Sziasztok, Holzinger Szandra vagyok, és ez itt a Nyugi Mese, a Marie Claire podcastja. Móricz Zsigmond, Iciri-piciri. Hol volt, hol nem volt. Volt egyszer egy iciri-piciri házacska. Ott lakott egy iciri-piciri kis macska. Volt annak két iciri-piciri kis ökre, rákaptak egy iciri-piciri kis tökre. Csizmát húz az iciri-piciri kis macska. Hová lett az iciri-piciri barmocska? Bejárja az iciri-piciri kis erdőt, s nem leli az iciri-piciri tekergőt. Bejárja az iciri-piciri kaszálót, s nem látja az iciri-piciri kószálót. Rátalál egy iciri-piciri kis tökre. Bánatában iciri-picirit meglökte. Felfordult az iciri-piciri tököcske, benne a két iciri-piciri ökröcske. Megörült két iciri-piciri ökrének. Vége van az iciri-piciri mesének. Móricz Zsigmond, a medve meg a móc. Jó, a ropogó piri mogyoró. Mackó uram szereti. Bokrában felkeresi. Egy tenyere tele vele, a másikkal úgy csap bele. Meghámozza lám. Lám és bekapja. Ham, ham! Ha te leszed egy mancsot, vígan eszi és csamcsog. Jó a ropogó, piri mogyoró. Nagyhajú móc keresi, öblös zsákba beszedi. Bosszús, mérges. Sok a férges, ritka a jó zsákba való. Ej, szentecském mennybelakó! Ki járkál itt annyi lopó? Én előlem, aki szedi, hogy a nyakát tört ki neki. Jó a ropogó, piri mogyoró. Egy marokkal adok neked. Elő ne híd a szenteket! Szólt nevetve így a medve. Tele marka. Oda tartja. Eltátja a száját, ehce a szegény móc, s nyögi. Nyehce! Nem kell, kérem, nagyságos úr! S úgy elszalad, akár a nyúl.